Sziasztok! Már megszokhattátok tőlem, hogy én aljas, minden hájjal megkent módon ugye az általam forgalmazott termékeket a kutyáimmal reklámozom. Hát az öreg kutyusaim lelke beleszállt ebbe a három kis nem helyes mentett kutyusba, akiket örökbe fogadtam, és mivel a spirulina, a ganoderma és egyéb ilyen gyógygombás termékek már nálam is és az öreg kutyáimnál is bizonyítottak, ezért úgy döntöttem, hogy pici kutyáimnál is fogom alkalmazni ezeket a termékeket. Nagyon szeretik a spirulina ízét, a ganodermás olajat azt már benyalták, keveset rendeltem, úgyhogy azt most nem tudom egyelőre megmutatni. Az első tapasztalatom az ezzel a spirulinával, amit adok nekik, az egy szuper étel, zöld alga, nagyon sok tápanyagot tartalmaz, stb. Leírás majd rakok a videó link alá, illetve a videó alá. Nem vagyok orvos, meg semmi, se állatorvos, se természetgyógyász, se senki, jó? Csak mondom a tapasztalatomat. Sajnos az van, hogy eme kutyám főleg előszeretettel eszi azt, ami kijön a hátsó feléből, és most éppen nem azt csinálja. És hát igazából a háromból kettő, de ő a legnotóriusabb bélsárevő. Ez, hát utána néztem, hogy végül is egy viszonylag normális, ha lehet ilyet mondani, normális jelenség, nem nagyon para, leszokhatnak róla a kutyák. És meg is teszek mindent, hogy leszokjanak róla, egyből összeszedem, szinte vadászom őket, hogy mikor fognak tolni. És azt vettem észre, hogy mióta picit nagyobb adagban adom nekik a spirulinát, tehát azt jelenti, hogy a napi 2x3, tehát hogy mindegyik egyet kap, most kettőt kapnak, 2x2, tehát összesen 4 szemet, hogy azóta nem olyan durván megy utána a saját ürülékének, tehát mert volt, hogy már így hátrafordult és várt, hogy mikor pottyan ki, tehát egy elég fura látvány, mert ilyet az öreg kutyáim nem produkáltak, és mióta a spirulinát eszik, azóta, mintha nem akarná annyira megenni azt, amit nem kéne, úgyhogy lehet, hogy ez véletlen műve, az is lehet, hogy kezdi kinőni, meg hogy nevelem, meg rászólok, meg megjutalmazom, mikor nem eszi, meg összeszedem. Aha, most pont, fúj, én ezt nem videózom, nem most pont csinálja. Fúj! Ott hagyjuk szépen, úgy. Úgyhogy hát a nevelés is benne van, az is lehet, hogy a spirulinától van esetleg olyan íze az ürüléknek, ami már annyira nem kedvező számára, vagy a fene tudja mi. Na mindegy, egyenőre erről tudok beszámolni nektek, hogy ez a helyzet van. Oké, majd még jelentkezek videókkal. Sziasztok!